gazdagabb lett, annál fukarabb is. Egy napon úgy esett, hogy a testvére Hanna háza leégett. Ég a ház! Ég a ház! Szegénynek nem maradt semmije a csupasz életén kívül. Elment hát a Viherminánkhoz, hogy kölcsönt kérjen tőle, még a fizetését megkapja. Herminának azonban eszeágában sem volt segíteni. Úgy tett inkább, mintha hirtelen megsiketült volna, s nem értene egy szót sem a beszédből. Szegény Hanna egy darab ideig csak mondta-mondta baját bánatát, de aztán rájött, nem talál meghallgatása. Elment hát nagy szomorúan. Herminának nagyon megtetszett ez a süketség. Ezentúl már ragaszkodott is hozzá, hogy ő bizony süket, mint az ágyú, egy szó sem sok, annyit sem ér. Az emberek lassan megszokták, hogy nem hallja őket, és rájuk sem hederik. Végül teljesen egyedül maradt, nem látogatta senki. Örült, mert úgy gondolta, így soha többé nem kell meghallani a senki kérését. Naphossza csak ült otthon, a pénzét számolgatta, hogy kisétált a kertjébe. Aztán egy napon Hermina betegje. Lázgyötörte, fájdalmai voltak. Állapota csak egyre rosszabb. Végül már egy pohár vizet sem tudott tölteni magának. Érezte, ha nem kap segítséget, itt a vég. Utolsó erejével felkelt a székről, elvonszolta magát a kapuig. Onnan ki az útra. Nem tudta, mennyi időbe telt, mire nagy nehezen eljutott egy házig. Éppen a testvére házáig. Felkapaszkodott az ablakhoz, hogy bekopogtasson, de akkor meglátta az asztalnál a testvérét. No, gondolta magában, ettől biztosan nem kapok segítséget, hiszen én is cserben hagytam, amikor szükséget szenvedett. Megmürkőzött, hogy tovább menjen, de eleje végleg elhagyta, összeragyott az ablak alatt. A bentlévők meghallották az ajt és kilőttek. Meglátták a földön heverő, felemelték, bevitték a tiszta szobába, puhányra fektették. Hanna vizes borogatással csillapította lázát, gyújtákkal fúrálta. Ápolták napokon át, míg csak meg nem erősödött. Hermina előbb szólni se bírt, aztán már nem tudott. Folytogatta a szégyen. Ide a testvére, meg a férje és a gyerekeik úgy tudták, hogy süket, nem is nagyon erőltették a beszédet, de aki csak bejött a szobába, rámosolygott, vagy megsimította a kezét. Hermina szemébe gyermekkora óta először jelentek meg könnyen. Amíg az ágyban feküdt a háziak, sok mindenről beszélgettek. Kérték minden napjaikat. Így hallotta meg Hermina, hogy a testvére gyerekei tanulni szeretnének. De a szülők sajnos nem tudták elengedni, hiszen nem volt elég pénzük a tanításukra, és a munkájukat sem tudták nélkülözni. Amikor aztán felépült Hermina, és eljött a búcsúzás ideje, így szólt a testvérehez és a férjéhez. Fogadjátok általam egy ajándékot. Szeretnék iskolába járatni a gyerekeiteket. Amíg ők tanulnak, én dolgozom helyettük. És honnan tudod, hogy mi iskolába szeretnék járatni a gyerekeidet? Hallottam, amikor betegen feküdtem. Csoda történt! Nem csak felépült a nagy betegségből, de még a sürettsége is meggyógyult. Halleluja! De most légy boldog, menj férhez, ne pazarod el a pénzedet. Nem kell, mert nektek köszönhetem az életemet és a gyógyulásomat. Mert bizony valóban meggyógyult Hermina, nem csak a lázas betegségből, de a másik fránya bajából az irítségből is. Ezután szíve és füle is nyitva állt a rászorulók előtt. Bár mélységére nem házasodott meg, a testvére gyermekét úgy szerette hozzá, ezután mintha csak az a saját élettek volna, és a szíve megtelt melegséggel és szeretettel. Ekkor tudta csak meg, mi is az igazi boldogság.